Igen ám, de én jártam történetesen obiugrok között. Tehát azok között, akik az ob mentén mai napig is megmaradtak, ezek közül a északi úgynevezett rokon népek közül, semmit nem tudnak a rokonságról. Ha elmegyek az úgynevezett török nyelvű népek közé, tehát kazahok, kirgizek, üzbégek, türkmének, jakutok, mindegyik tud arról, hogy a magyar egy elszakadt törzse. Mindegyik, kivétel nélkül. Tehát ez azt jelenti, hogy egy sokkal régebben leszakadt nép töredék, illetve töredékek, ezek kétségtelenül, akiket mi most, mint obiugrokat közvetlen nyelvrokonság, illetve ráépített közvetlen őstörténet hát kapcsán emlegetünk, ezek fölszorult népek. Tehát ezek mai napig a medvetori szertartás, amin én is részt vettem, tehát személyesen, van róla dokumentumom is. Tehát az istenségeiket mai napig pusztai nomád, tehát ha óhatjuk szkitának nevezhetjük, ha óhatjuk hunnak, ha óhatjuk avarnak, ha óhatjuk még magyarnak is, ennek a fejedelmi viseletében táncoltatják. Tehát a legmagasabb szinten, az istenségek szintjén, ott még mindig őrzik azt a hagyományt, ahonnan ők leszakadtak. De ez egy rendkívül régi leszakadás. Tehát ezért van az, hogy csak a legközvetlenebb a testiségre, vagy számosságra, vagy rokonságra utaló néhány szóbokor maradt meg náluk. De már az a tudat, hogy ők rólunk szakadtak le, miután nem mi szakadtunk le róluk, hanem ők rólunk, ez már így eleve hagyományként nem él. Ennyit tudnak, hogy délvidékről szorultak fel, és nem tudtak visszajönni. Északról délfelé soha még nép nem jött le. Ez meg kemény tény. Tehát szó se lehet róla, hogy ott kialakult egy nép, és utána addig szorult lefelé, míg magyar lett belőle. Ezt gondolom, hogy el is felejthetjük. Tehát az a kapcsolat, ami hozzánk köti mondjuk ezeket a kazasztáni magyarokat, és hát még van jó néhány ilyen nép. Tehát ezekkel most fokozatosan találjuk meg a kapcsolatot, és hát ez bizony feltartóztathatatlan. Hál' Istennek mondhatom én, mert nem mi erőltetjük, hanem egy régóta folyamatosan egymást kereső folyamat. Most nagyon úgy néz ki, hogy beérett. Úgy legyen. A éfeszítők népének ez a folytonossága önmagát olyan keretben jeleníti meg a világban, amit mi idegen szóval asztrálmitoszi keretnek nevezünk, tehát amikor a mind fent, úgy lent elve alapján mindent, ami a világban működik, egy magasabb rendű, idegen szóval megint egy ideális világ levetüléseként tart számon. Na most ennek az egyik legfontosabb keret eleme az úgynevezett zodiákus vagy állatöv. Na most ez a keleti állatöv mai napig megjelenített, gyakorolt, tehát folyamatosan rajzolt, faragott, színezett együttes, ez tényleges 12 állat, tehát nem úgy, mint amit mi itt használunk nyugaton, tehát ahol az ikrek mondjuk két gyermek és nem állat, vagy a szűz nem állat, mégis állatöknek nevezik, náluk ez 12 állat. Igaz, hogy van köztük mitikus állat is, tehát mondai, de ezek állatok. Na most ez annyira eleven, hogy mondjuk egy mongol tejszertartás, ami hát ilyen nemes küzdelmek egyik elengedhetetlen velejárója, annak például a merítő kanalán a mai napig ki van faragva mind a 12 állatövi egység. Vagy szibériai, megint csak török nyelvű népeknél, amelyek jelenleg Oroszország területén élnek, azoknál például a hold új évre ajándékként még bizony megrajzolják a teljes állatövet, ebből a 12-esből, az ő 12-esükből, és erről nem csak a hónapokat nevezik el, hanem az éveket is. Tehát ilyen alapon tudjuk mi, hogy nem tudom, most a kakas évében vagyunk-e éppen, aztán a következő az majd ugye kutya lesz, aztán megint a disznó lesz, aztán a patkány lesz, és így tovább, és így tovább. Tehát évek 12-esét is elnevezik róla. Most ilyenben mi keleti megnevezéssel már nem nyilas népének számítunk, hanem a ló népének. A nyilas tulajdonságrendszernek, tehát a Sagittarius latin nyelven, ugye a csillagképnek is, a hónapnak is a neve, annak a megfelelő a ló. Na most itt eshetnek le tantuszok, miért olyan fontos a ló ennek a közösségnek, amit mi a szittyáktól, tehát a szkítáktól indítunk, és tart mai napig. Hát ha valaki részt vett ezen a kurultájon, az soha nem fogja elfelejteni, amíg él,
de ha 120 évnél akkor se, amikor ezek a lovas felvonulások voltak, illetve lovas rohamok voltak. Hát életemben először láttam, pedig filmen elég sokat láttam már rokon népektől, tehát mondjuk a kazahoknak, vagy a kirgizeknek a filmjeiben, hogy ott tényleg egy a ló és a lovas. De így ezt, ahogy itt megjelent az életben, én nem is álmodtam, hogy ez ennyire lehet. Tehát ahogy vágtában, egyszer nem tudta az ember, hol fejeződik be a ló, és hol kezdődik az ember. Annyira egyek voltak. Hát persze, hogy egyek, hát a saját legnemesebb tulajdonságaink fogalmazódnak meg a lóban. Tehát mi nem, ilyenkor nem a lovon ülünk, hanem a lóban vagyunk. A ló itt a nemzeti tulajdonságoknak az együttesét jelenti, és az vesz körül bennünket, abban vagyunk. Ezért van az, hogy nyugodtan föl lehet pattanni a lóra nyereg nélkül. Tehát nem is edzenek másképp. Tehát a gyerekkortól kezdve az első az, hogy mi az, hogy nyereg. Hát egy vagy a lóval. Az más kérdés, utána biztonságokból vagy egyéb okok miatt, aztán a nyereg fölkerül rá, meg kengyel is kerül rá. De tulajdonképpen egy vagy a lóval. Hát itt a nemzeted alaptulajdonságaival egyesülsz. Na most hogy függ ez össze Hunorral, magyarral, hogy függ ez össze mondjuk azokkal a testvérpárokkal, amelyeket ezek a testvérnépeink sorozatban, tehát egyik a másik után közöl velünk, ha rákérdezünk. Hát úgy, hogy ezek a tulajdonságrendszerek, amiket állatövön belül azonosítunk, tehát például mi esetünkben ez a lónak a tulajdonságrendszere, ez mindig úgy jelenik meg, hogy ez csak a szellemiségünket alakítja ki. Ebben a döntő mozzanat az önzetlenség. Tehát az, hogy én tudok úgy jót tenni, hogy nem várok viszontszolgáltatást. Ezt, ha én elmondom egy európai, hát akár értelmiségnek, akár közembernek, az egyszerűen elnézést, de körbe röhög. Azt mondja, te múja vagy, te úgy adsz, hogy nem is kérsz vissza, hát nem, hogy visszakérek én, mondja ő magáról, hanem többet kérek vissza, mint amit adtam. És egyszerűen nem érti meg, mi az, hogy én úgy adok, hogy semmit nem kérek vissza. Tehát az úgynevezett ingyen kegyelemnek, ahol én tényleg nem kérek semmit azért, amit adok, egyszerűen nem tudja értelmezni. Nincs meg a szótárában, nincs meg a gondolatrendszerében. Nem is tanítják neki. Tehát még úgy sem, hogy fiam, vigyázzál, ebbe bele ne essél, mert ez hiba. Még így sem. Egyáltalán nem jelenik meg. Na most ezért van az, hogy nagyon nehezen tudjuk megértetni, hogy az a kettős, amelyik itt megjelenik szemben, tehát az évkörben ez 6 hónappal odébb van, mint hónap, az az ikrek hava. Az pont szemben van a nyilas havával. És ha lóban fogalmazok, tehát keleti állatövben, akkor ennek az egér felel meg. És ők az egérrel indítják az állatövet. Tehát amikor elindul a földi pályafutás, akkor már nem a szellemiség közvetlenül ölt testet, hanem a vele szemközt lévő tulajdonság. És ez mindegyik ilyen szemközt lévőnél így van, mert tengelyekben élünk. Tehát ami a szellemiséget határozza meg, az a legfontosabb. Azt nem szabad elfelejteni. Igen, de azt se szabad elfelejteni, ezt testet ölteni vele szemközt lévőben fog. És ezért van az, hogy ami nyilas tulajdonság, az mindig ikerpárban ölt testet. Tehát nekünk megvan a nyilas tulajdonságunk egy ősapámban. Hát nekem is, tehát nyugodtan mondhatom ősapámban. Ez pedig Nimród. Tehát akit íjjal, nyillal, lóháton jelenítenek, meg megjelenítik. Megjelentik a szkítáknál is, hát tudom mutatni a képét, ugyanilyen domborított aranylemezen. Amikor éppen szarvasvadászatom van, mert ez nagyon lényeges, ez a mágikus szarvasvadászat. Tehát a nyilast, mint ló tulajdonságát mind a két oldaláról, a holdházak tekintetében, tehát a tovább osztott egységek tekintetében szarvas veszi körül. Tehát a ló akármelyik irányba indul, mindenképp szarvasvadászat lesz belőle. De ő sohasem szarvast akarja elejteni. Hanem az agancspárja között céloz meg egy magasabb rendű minőséget. Tehát egészen a magyar népművészetig, ha levezetem ezt a vonat, mert le lehet vezetni, tehát minden korból van rá példánk, a hunkorból is van, késő avarkorból is van, magyar korból is van. Sohasem az állatot lövi le. Mindig a agancspárja közé céloz, mert ez egy mozgó célpont. Tehát rávezet valamire, ha a kicsi évkörön belül tájékozódunk, akkor az egyenest karácsonyra vezet rá. Mert az adventen indul, és mai napig a keresztény időszámításban a szakrális év, a szent év, az nem karácsonnyal indul, hanem az advent kezdetével, tehát a nyilas havával. Tehát nem is tudják a papjaink, hogy ők tulajdonképpen ezt az ősi rendet viszik mai napig tovább. De ha figyelmeztetem őket, akkor agyonvágnak. Ezzel együtt azért viszik tovább, tehát mindegyik az adventtel indítja az egyházi évet, csak nem tudja, hogy miért.
vagy más magyarázatot ad meg, persze várakozunk.